A Hőgyes Endre gimnázium 4 osztályának tűztek szalagot október 4-én a Városi Sportházban 110 végzős diák várta izgatottan, hogy a mellére kerüljön a szalag, és előadhassák a táncukat, amelyre már hosszú ideje készülnek. A szalag, melynek mától büszke viselői lettek, emlékeztessen titeket az itt eltöltött szép napokra, de a rátok váró teendőkre is. A felnőtt lét kapujában se hagyjatok veszni olyan örökértékeket, mint az emberség, a tisztesség, az őszinteség, a becsületesség. Álmaitokat sose felejtjétek, ne adjátok fel céljaitokat, terveitek. Ezzel a tanáccsal biztatták iskolatársaik a végzős diákokat. A gimnáziumi időszak utolsó évének első nagy eseményéhez érkeztek el a maturanduszok. Idén hamar kezdődött városunkban a szalagtűző szezon. Egy hónap volt arra, hogy a Hőgyes Endre gimnáziumban felkészüljenek erre a jeles eseményre. Szerencsére a gyerekek nagyon rutinosak, már az elmúlt tanévégén elkezdték a készülést, és profi módon végrehajtották a feladatot. Tudjuk, hogy minden diák életében ez a pillanat egy nagyon különleges pillanat, úgyhogy mi pedagógusok is úgy éljük meg, nagy örömmel, várakozással, jó őket egy kicsit másképp megnézni, élvezni az örömüket, és látni, hogy mennyire lelkesek, és mennyire összekovácsolódnak ennek a jeles ünnepnek köszönhetően. Bár a szeptember feszített tempójú táncpróbákkal volt teletűzdelve, azért sokan fogják hiányolni ezt az időszakot. Sok tanuló mesélt arról, hogy bár keményen kellett gyakorolniuk, azért jó hangulatban teltek el a felkészülések. Mi palotást fogunk táncolni, már májusban elkezdtük az előkészületeket, végül is heti egy-két próbánk volt, meg most szeptemberben elkezdtük megint, és állistenök időben a végére értünk, szóval minden rendben megy. A próbák nagyon jó hangulatban teltek el, nagyon szerettünk próbára járni, úgy körülbelül hetente 3-4-szer próbáltunk. Talán ez is, ami legjobban hiányozni fog így a szalagtűzővel kapcsolatban, hogy már nem lesz több próbánk. A 12. K-osztályban vannak a legkevesebben, összesen 4 lány tanulóval. Bár emiatt kicsit nehézkes volt a táncválasztás, de a végeredmény nagyon látványosra sikerült. Ez a matróz szalsz a tánc egybe. Hát nem tudom, az osztály döntése volt mindez, tetszett nekünk. A matróz táncban ám nem csak a diákok vettek részt. A kis csapatosztály főnöke is táncruhát húzott, és osztozott diákjaival ebben a különleges élményben. A gyerekek megkértek, amikor kezdtünk tervezgetni ezt a táncot, hogy én is csatlakozzam hozzájuk, úgyis kevés lány volt a csoportban, én pedig szeretek táncolni, és akkor ezt így kihasználva beálltam a csapatba. Úgyhogy jó volt, jól éreztem magam, szerintem a gyerekek is, egy kicsit jobban összeszoktunk ezzel, hát fél évig gyakoroltuk szinte, már az eleje nem sikerült túl fényesre, de aztán összerázódott. Az E-osztálynak kicsit több ideje volt arra, hogy összeszokhassanak, ugyanis ők már 6 éve járnak ebbe a gimnáziumba. Ám hiába van ebből a szempontból pár év előnyük a többiekkel szemben, ez mégsem csökkenti a tánc miatt izgalmakat. Ugye ti már 6 éve jártok ebbe az iskolába, milyen élmény az, hogy eljutottatok idáig? Hát ez egy felemelő érzés, de úgy gondolom, hogy sokat kellett tenni azért kibírni ezt a 6 évet is, meg tehát ez a 6 osztályos, ez nehezebb is. De ennyi. Hát szerintem így sokkal könnyebb, mert ugyanis 4 év anyagát ugye 6 év alatt tanuljuk meg, tehát ezáltal sokkal könnyebb ezt így megtenni, és szerintem sokkal jobb, mint hogyha 4 osztályba jártunk volna. Izgultak a tánc miatt esetleg? Nagyon. Én nagyon izgulok, ugyanis félünk, mert még szőnyegben nem próbáltunk, meg magas sarkukba se, és félünk, hogy megbotlunk, vagy ilyesmi, tehát majd kiderül. Bárkit kérdeztem a végzős diákok közül, mindannyian kéztördelve várták, hogy elkezdődjön végre az ünnepség. Hogyan készült az osztályod a szalagtűzőre? Rengeteget próbáltunk a táncra inkább, heti 2-szer vagy 3-szor. Egy órákat a szalagtűző vége felé, vagy a szalagtűző eljövetele felé pedig heti 4-szer inkább. Rengeteget próbáltunk, nagyon sokat készültünk, az egész osztály nagyon készült, nagyon várja ezt az egészet. Ez egy nagy mérföldkő szerintem az egész osztály életében. Szerintem mindenki nagyon izgul, így ahogy beszélgettünk, mindenki ideges, fél, hogy elrontja a táncot. Hát reméljük, hogy minden rendben lesz. Nagyon örülök, hogy idáig eljutottam. Egyrészt, másrészt sokat kell tanulni az érettségire ebben az évben, de ez egy nagy mérföldkő, hogy eljutottunk idáig a szalagtűzőig, meg egy pillanat, amikor sose fog ez megismétlődni.
sokat gyakoroltunk rá, izgultunk, reméljük, hogy jól fog sikerülni. Az előzetes félelmek ellenére mindenki nagyon ügyesen vette az akadályt. Az E-osztály palotása, a C-matróztánca, az E-keringője és a B-sek rokija is maradéktalan sikert aratott. Bár a meghatódott rokonok így is úgy is büszkék a végzős diákokra.